A Fradi és a Honvéd öregfiúk csapatát fogadták a komáromi öregfiúk augusztus 30-án a Cibor Zoltán sporttelepen. A találkozó kiváló labdarúgónk Cibor Zoltán 90. születésnapja emlékére rendezett programsorozat része volt. A Honvédnél régi időkre nyúlik vissza a hagyományápolás, ahol az aranycsapatnak és Cibor Zoltánnak is helye van. Nem csak a múzeumban, hanem a szívünkben is, mondta Kaszás Kálmán, a Honvéd Múzeum és a Honvéd öregfiúk csapat vezetője. Egy olyan kiváló játékos volt, akit egyszerűen nem lehetett nem szeretni. Rengeteg gólt szerzett, 3 évet játszott a Honvédba, ennek ellenére rengeteg gólt rugott. Egy ízben gólkirály is lett, úgyhogy abban az időben gólkirálynak lenni, ahol Puskás és Kocsis is a labdarúgásban volt, tehát nem volt egyszerű. A Honvéd öregfiúk csapata aktív, minden hétvégén mérkőzés vár rájuk, ahogy a Fradi öregfiúkra is. Nálunk két dolog fontos, a haza és a Ferencváros. Nála is ez volt a fontos. Ő az is szíve szerint nem ment volna el a Ferencvárosból, ezt tudja mindenki, hát átirányították, a hatalom átirányította. Nagyon a szívünk közepén van ő is. Legendás futballista volt, remek képességekkel, de mint ember. Tehát aki szerette a nemzetét, hazáját, meg a klubját. Ő élete végéig Ferencváros szurkoló volt. Szerencsénk találkozni vele a 80-as években, amikor hazalátogatott. Hát egy rendkívül derűs, vidám ember, aki történelmet is írt a futballban. Ugye apáról fiúra száll a fradizmus, és én is az édesapámtól örököltem. Na most a budai Kocsis Deák Mészáros Cibor csatásoron nőttünk fel, utána a Szőke Varga Albert Rákosi Fenyvesén. Zoli bácsi, Cibor Zoltán, nekünk fogalom. Horváth Gyula az MLS Komárom-Esztergom megyei elnökségi tagját szoros barátság fűzte Cibor Zoltánhoz, akiben ötvöződött a családja, Isten, a sport és a hazája iránti szeretet. Amikor 27 év után hazajött, azt mondta, hogy balonkabátba ment, kis balonkabátba jött vissza. Viszont az első útja, amikor hazajött 27 év után, a temetőbe vezetett, hogy 27 év után letérdett a szülei sírjához, és bocsánatot kért a szüleitől a 27 év távol maradásért. Én úgy gondolom, és sokszor elmondtam, hogy az akkori hatalomnak kellett volna Ciboréktól bocsánatot kérni, ugyanis kevesen tudják, ma sem szeretnek emlékezni egyesek, hogy Puskást, Kocsist és Cibort, mint katonaszökevényeket távol létükben halálra ítélték. Nagyon fontos, hogy Cibor Zoltán hagyatékát ápoljuk, megőrizzük és a mindennapokban megéljük, mondta dr. Molnár Attila polgármester. Nagyon örültem neki, hogy egy utánpótlás tornával indult tulajdonképpen a rendezvény sorozat augusztus 23-án, 90. születésnapján Zoli bácsinak, és ugye most a mai nap pedig augusztus 30-án tulajdonképpen a rendezvények garmada kerül megrendezésre, és itt vagyunk a Cibor Zoltán sporttelepen, a volt csapatai, a Fradi öregfiúk, Fischer Palival, Bánki Dodóval, Rab Tiborral, nagyon a Szenes Sanyival nagy nevekkel lépnek pályára, a Honvéd öregfiúk, Bárányos Zsoltól elkezdve, Szamosi Zsolton, hát Mátyus Jánosig, tényleg komoly játékosok itt vannak mindannyian, és hát a komáromi öregfiúk is természetesen, úgyhogy ők is. Én azt gondolom, hogy egyrészt példát is mutatnak, másrészt emlékeznek, és jó példával járnak elő, hogy igen, ami Zoli bácsi letett az asztalra a magyar futballba, a komáromi sportba, az fontos, és ez fontos, hogy erre folyamatosan emlékeztessük az itt élőket, és Komárom méltóképpen emlékezzen. A városvezető hozzátette, Cibor Zoltán mindig azt mondta, egy igazi embernek 5 ismertető jele van. Az akarat, a tisztesség, a becsület és a szeretet, ami két irányú, emberbaráti és futballbaráti. Reméljük, az ő példamutatása mindannyiunk életében irányadó lesz.